A Hősök terei épület előtt biztonságban a Szabadban adták át a Rotary Klub sátoraljaújhely képviselői a szervezet legutóbbi támogatását, egy ózongenerátort. A klub márciustól folyamatosan részt vesz a járvány elleni védekezésben, országos és helyi szinten is. Csatlakoztunk az ország klubjai összefogtak, és két budapesti kórháznak vásároltunk lélegeztetőgépeket, akik először kapcsolódtak be a betegek ápolásába. Második körben a saját sátoraljaújhelyi kórházunk alapítványának utaltunk át, ott is lélegeztetőgépre van egy gyűjtési akció, és abba is úgy gondoltuk, hogy támogatnunk kell a helyi kórházat is. Harmadik lépésben pedig a itteni munkálatokban résztvevők, akik az időseknek bevásárolnak, kihagyják az ebédeket, közel 60 ember kapott a klubtól vásárlási utalványt a két idősek otthonát érintően. Ez a készülék ózont generál, és abban a szobában, ahol fertőtlenítenek, élőlény nem lehet. Tehát az embereknek ki kell menni, növényeket ki kell vinni belőle, házi kedvencke sem lehet ott. Egy gyors magyarázat az igen hasznos készülék mellé. A most átadott ózongenerátor 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klór. Megfelelő koncentráció elérésével a levegőben, a felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, peniszgombák elleni harcban hatékony megoldást jelent. Az idősek otthonában különösen jó szolgálatot tesz majd a készülék, melynek beszerzésére készült maga az otthon is, ám mint minden hasonló eszköz, hiánycikk volt ez is sokáig. Mivel a vírus nem tűnt el, bizonyára hosszú ideig kell majd használni ezt az eszközt is. Nagyon örülünk az ózongenerátornak, intézményi szinten is gondolkodtunk a vásárlásába, de nem volt hozzáférhetőség, nem volt kapható, és akkor jött a Rotary Klubnak a felajánlása, nagyon örültünk neki. Ugyanazt szeretnénk, hogyha ez a járványhelyzet minél hamarabb befejeződne, de a végét még nem látjuk. Idősek otthona vonatkozásában enyhítésről még nincsen szó, hiszen a legveszélyeztetettebb korosztállyal foglalkozunk, ezért a lakótereknek a fertőtlenítésére, a gépkocsik fertőtlenítésére tudjuk használni. A Rotary, mint világszervezet, és a magyarországi klubok is számos helyen segítették a járványügyi védekezést. Csak az újhelyi klub közel 1 millió forint értékben adományozott és segített. A kórházba és a két idősek otthonára koncentrálták most segítségüket.